Kis Szinbád, életművész, időutazó, vagy hivatását tekintve szerelmész, aki magas fokon képzett gasztronómus is. Lehetne színész vagy író, hisz önmagát írja és játsza. Múltfaggató, jós. Lehetne mindenki, akit elfeledett álmainkban keresünk. Színes, mégis homályos, és meseszerű közegben utazik. Vándorol Szinbád. Helyeknek, okafogyott céloknak, és emlékeknek adva új értelmet. A Nemzeti Színház 2015. decemberében mutatta be a Szinbád című előadást Vidnyánszky Attila rendezésében. Műsorunkban Verebes Ernő dramaturggal beszélgetünk. Tulajdonképpen kicsoda Szinbád? Szinbád. Biztosan egy többdimenziós lény, és az Ezer egy éjszaka hajósa, vándora, magyarodik el itt Krudinál. És míg az Ezer egy éjszakában Szinbád egy viszonylag egyszerű jellem. Nem is mesefigura, de egy viszonylag egyszerű lény, aki utazásai által gazdagodik fokozatosan, de alapjában vivelem egy nagyon magyarázandó lény, addig Krúdinál ez az utas fogalom, hajós fogalom, ez átpásztázik belső utakra és időzónákba. Tehát időzónákon áthalad magába befelé, egy ilyen endovilágba, és ezáltal lesz talán sokkal összetettebb, mint az eredeti Szinbád. Azt nem tudom, hogy Krúdi miért Szinbádot választotta magául, mert hát gyakorlatilag ő maga Szinbád, tehát az az utas, aki saját maga történetében, múltjába, saját maga zsigereibe visszatér, ennyire sokrétű Szinbád figurája. Tóth Augusta, Jászai Mari díjas színművész. Nem tudok neked egy mondattal válaszolni, hogy ki Szinbád. Én szerintem Szinbád először is, ahogy Krúdi látja, amilyen szeretett volna lenni, mint férfi, vagy esetleg olyan férfi volt, ezt nem tudhatom. Krúdi egy Szinbád, mert hiszen ő írta meg Szinbádot. Valószínűleg benne volt Krúdiban a Szinbád. Hogy ezt megélte az életben, vagy nem, azt nem tudhatom. Női oldalról pedig az a Szinbád, és mindig olyan, amilyen nő elképzeli az ideális férfit magának, vagy a hódító férfit, vagy azt az embert, aki olyan energiát képvisel számára, amitől ő benne megszólal a belső hang. Szűcs Nelli, Jászai Mari díjas színművész. Nem tudom, kicsoda Szinbád. Ez egy férfi soviniszta. Így álltam neki a próba elején, és harcoltam, nem volt kedvem ezt csinálni. Mert miért nem? Ez érdekes dolog, mert még olyan szerepedről nem beszélgetünk, amihez úgy ültél, hogy hát jaj, igen, de hát először nem volt kedvem csinálni, utána még mindig megszeretettem magammal az anyagot is. Tehát nem az anyaga volt, úgymond, gyönyörűséges, ahogy meg van írva, tehát ezek a novellák, meg az a világ, meg olyan, mintha egy másik időzónába kerülnénk ezáltal, ahogy olvasgatod. Csak először mondom, hát hogy? Itt sírunk, rívunk, halunk meg egy olyan férfiért, aki cserélgeti a nőket, ugye száz, nem tudom hány hölgyet számolt össze, és akkor ki ez a valaki? Tehát nekem mint Nellinek ilyen férfi, hát nekem ilyen nem kell. Akkor miért kell, hogy én elfogadjam, és a szerepeim által, ugye, valami miatt én vonzódom, ugyanúgy, mint a többi hölgy, akik ezt a hölgy koszorút alkotjuk itt körülötte, vagy a novellákban, és azt mondtam, hogy ez Szinbád nekem tehát egy nem létező férfi, egy nem létező valaki, amit mi magunk kreálunk, tehát nők kreálunk magunknak, és itt él valahol a fantáziánkban, álmodozunk róla, ha egy rossz napunk van, ha esetleg úgy érzem, hogy nem egészen éreztetik velem, hogy én egy nő vagyok, hogy szép vagyok, vagy bármit, akkor ilyenkor kitalálunk magunknak sztorikat, nem tudom, mint a mesébe, úgy vársz valakit, és aztán, ahogy jön a reggel, ahogy a szövegben is általában, már nem tudok önnel meghalni Szinbád, már nekem más dolgom van. Tehát én ezekből a kis mondatokból vettem ki magamnak, hogy az én számomra ez egy fantázia szülemény.
De ez egy nagyon szép elgondolás róla, mert azért az ő személyiség egy picit ijesztő. Tehát mondjuk 300 év nőkben mérve az mit jelent? Hát persze, azért mondom, hogy nem egy reális valaki, főleg ahogy ugye meghal, és még a sírból is kijön. Tehát azért próbáltam én magamnak így összerakni, és akkor így tudok vonzódni hozzá, tudom szeretni, tudom várni, siratni, tehát bármi, és ebben még segített az az első néhány mondat, ami az előadásban is, tehát felvételről szól, ez a néhány mondat, hogy a nők szerettek sírni, nevetni, szenvedni, stb. Stb. És én ezekből a mondatokból raktam. Igen, milyenek vagyunk mi nők, tehát, de hát ez a szép bennünk. Verebes Ernő, dramaturg. A 300 év mondjuk, ha nőkben mérjük, az mit jelenthet? Nem tudom, mennyire szimbolikus ez a szám, hogy csak egy nagy időt jelez. Tehát a 300 év gyakorlatilag a modern Európa története, időszaka. Tehát mondhatjuk úgy is, hogy az 1500-as évektől az 1900-as évekig. Nyilván, hogy ez az újkor lenne. Most nem tudom, Krúdinál ez mennyire volt tudatos, ez a 300 év, vagy pedig hát a 300 év egy mesebeli szám. Tehát a lényeg az, hogy nagyon-nagyon régóta keresés találja meg a nőket Szimbád. És keresi a kegyeiket, és harcol meg értük, és ellenük is. Olykor, mert ez is megtörténik. Szűcs Nellivel láttam egy beszélgetést, talán a Faktor című műsornak volt a vendége, és valami olyasmit mondott, hogy Szimbádot a nők hozzák létre. Valóban, ezt Szimbád is elismeri. Ugyanakkor annyira létrehozzák, hogy már Szimbád is képes őket létrehozni. Tehát van egy visszateremtés folyamat is. Szimbád a nőket hogyan veszi észre? Szinte úgy, hogy nőiességükben újra teremti őket. És ez a fajta észrevevés, ez a fajta lényegi ráfigyelés az, ami a nőkből az újabb korban, és hát mondjuk az adott kor Budapestjén is a nőkből nőt csinált. Tehát azt a szép nőt, azt a egyetem és külsőségeiben is szerethető nőt, akit valójában Krúdi leírt. Tehát nem hiába jelent ki Krúdi olyan viszonylag drasztikus dolgokat, hogy mesztelenül egyformák a nők, ami hát egy nagyon, nagyon kisarkalt és kétséges kijelentés, viszont valami Krúdi igazság van benne, mert a nőket a frufruk, a boák, a cipőcskék és a szoknyácskák és a külsőségek teszik. Tehát az az észrevehetőség, ami az ő díszeiket képezi. Míg maga a biológiai lényük Krúdi szerint ilyen formán elhanyagolható. Tehát az a lényegiség, ami egyformává tesz, és funkcionálissá, az Krúdinak nem annyira lényeges, e kijelentése alapján. Hát nagyon furcsálottuk is, amikor ez úgy bekerült, mert hát muszáj volt, hogy bekerüljön a darabba is, hisz egy lényegi posztulátumról van szó. Az előadásban ezek a nők hogyan jelennek meg Szimbád körül? Nagyon sokféleképpen. Talán alapját képezi az is a megjelenésüknek, hogy itt Krúdit is megidézzük, amikor Szimbádról van szó. Nem kis részt. Alapjába véve, ha nem figyelünk, akkor már Krúdi nevét használjuk Szimbád helyett, és Szimbád Krúdinak az a halhatatlan vetülete lesz, amit maga Krúdi is használ Szimbád kapcsán, hisz Szimbád oly könnyen áthágja az élet és halál mesdjéjét, visszatér a halálból, és újból halottként hódít, hogy egyszerűen fittyet hány arra, hogy egy férfi meghalhat, hanem gyakorlatilag az örök szerelmet szimbolizálva jön-megy Budapest és a vidék utcáin, hogy szószólója maradhasson az örök szerelemnek. Tehát ennek folytán a nők, akik körülveszik őt, időtlenek. Lehet, hogy halottak is már. Tehát az a nőiesség ruházza fel őket, és gazdagítja őket, amely magát Szimbádot is jellemzi, és ami Krúdi vágya.
Részlet az előadásból Mátrai László, vagyis Szimbád tolmácsolásában. Szerették a szép szavakat. Szerették a zenét, a virágot, az érzékeny sétákat, könnyes órákat, fájdalmas elbúcsúzásokat. Szerették az önfeláldozást. Szerették a vőlegény szót, szerették a szerető szót, szerettek sírig tartó szövetségre lépni, szerették a szép, hosszú leveleket. Tóth Augusta, Jászai Mari díjas színművész. Neked mi a szereped ebben az előadásban? Hű, nekem nagyon sok van ebben, én többféle karakter vagyok benne. Vagyok egy úri hölgy, legelején nevén nem neveződő hölgy, mindenesetre egy nagyon érdekes jelenség, egészen mozgékony jelenségű a színpadon, tehát eléggé expresszív vagyok a színpadon ebben az első részben, ebben a pici etapban. Aztán van a báli etap, amiben akszűz vagyok. Aztán van egy színházi etap, amiben egy idősebb színésznőt alakítok, és epedezek Szimbád után. De közben hát ez a dolgom, hogy szórakoztassam a férfiakat. Aztán a második felvonásban vagyok Bercsényi né, aki úrinő és az a fajta álhatatos nő, aki egy férfit szeret. De majdnem elcsábulok. Ez nagyon kérdés, hogy elcsábulok-e, mint Bercsényi né a Szimbádnak. Szerintem igen. Szerintem igen. Erre fűzöm a későbbi jelenlétemet, és Fruzsinka is vagyok benne, aki a szerelméhez hű. Tehát a Szimbád szerelméhez hű, és ő visszavárja. Nagyon sok típusú nőt alakítasz ebben az előadásban, de mégis van egy közös vonásuk. Én. Nem lehet más, csak amilyen én tudnék lenni. Én nagyon izgalmas játékként éltem meg, mert én szabad kezet kaptam a rendezőtől. Tulajdonképpen mindenki szabad kezet kapott, de én olyan szinten is szabad kezet kaptam, hogy én az első felvonás első részében oda mozdultam, ahova nekem tetszett. És azt is akarta látni tőlem, hogy én az örök mozgó, mindig mozgásban lévő, mindig váró, mindig kereső, mindig érdekes, hogy olyan ez, az impressionista, azt hiszem Szakonyi Károly ezt írta, hogy az impressionista világban élő nőt alakítom végig az előadásban, amin ugye elgondolkoztam, és megmondom, megvallom az, hogy utána néztem, milyen az impressionista világban élhető nő. Elég szép jelzőket kapnak az impressionista világban élő nők, fanfatálók, kéi, mámor, meghatározhatatlan, ismételhetetlen, megfejthetetlen. Ezek szép jelzők, ha erre gondolt, majd egyszer megkérdezem tőle személyesen is, hogy milyen nekem. Én nagyon-nagyon szerettem ezt a próba folyamatot. Engem nagyon inspirált, és így ennyi év után a pályámon én gyakorlatilag fesztelenül tudtam próbálni, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Természetesen tudom, hogy a bizalmát élvezem a kollégának. Szűcs Nelli, Jászai Mari díjas színművész. Hányféle szerepet játszol az előadásban? Nem is számoltam. Ha így, igen, 4-5-6, mert valamikor csak egy mondat van a számban, tehát kimondatik általam, és akkor épp egy más figura, de épp nem érkezek mondjuk átöltözni ahhoz, de az egy más figura szólal meg. Ez mennyire nehéz mondjuk megvalósítani, hogy egyik percről a másikra így váltani kell mondjuk egy személyiséget? Nem is nehéz, mert olyan, mintha tényleg vagy egy mintha egy filmben lenni benne, és akkor ilyen vágások vannak. Tehát én magamban így raktam össze. Nem tudom. Szerintem lehet a nézőknek még nehezebb, mint nekünk színészeknek. Tehát, hogy ezt, hogy akkor most mi van, akkor most ugyanaz a nő, most akkor milyen szituáció, mindig mindenki a színpadon van. Tehát szerintem itt nem is nekünk, vagyis én most magamról beszélek, akkor érdekes, ez egy ilyen időutazás, és pillanatok alatt több szín.
Hát ezeket keresgéled magadban. Ilyen álomszerű lesz tőle az előadás. Igen, álomszerű, mert az álomban is, ugye, én mindig azt mondom, hogy kárba vész az éjszaka, ha nem álmodom valamit. Mert az egy plusz élmény, látomás, utána meg fejtegeted, hogy mit, miért álmodsz. Nagyon, nagyon érdekes dolog, igen. Verebes Ernő, dramaturg. Az időtlenség az ilyen nagyon szépen visszaköszönt talán Nagy Kálózi Eszter alakjában. Nagy Kálózi Eszter játsza Mnémoszünét, aki vendégfigura a darabban, hisz ő Krúdinál nincs. Ezt mi tettük bele a darabba. Igen. Mnémoszüné a múzsák anyja, és egyben az emlékezés istennője. Ő hozzá már csak egy lépés volt, tehát kár lett volna nem meglépni ezt az egy lépést, hisz Szimbád örök életében az emlékezésbe volt szerelmes. És ez az emlékezés vitte őt húsvérnőkhöz is el, vagy juttatta. Viszont az egyetlen is legszentebb célja az az emlékezés maga. És az emlékezés istennője itt egy olyan szimbolikus figura, akit Nagy Kálózi Eszter alakít, aki végigkíséri Szimbádot, vezeti, nem sértődik meg, hogyha Szimbád néha letér az ő hozzá vezető útról, húsvérnőkhöz is, hisz ő maga, mondjuk a darab a húsvér, de ugyanakkor szimbolikus is. És ő az, aki tulajdonképpen ezt az időtlenséget szimbolizálja a színpadon is. Az emlékezésnek miért van az ő életében, Szimbád életében ennyire meghatározó szerepe? Ez talán az idő fogalmával köthet össze, és lehet a Szimbádtól független. Krúdi Szimbád nevében kimeri mondani, hogy a szerelem több, mint az idő. És időkön áthágva, visszafelé menve a múltba is képesek lehetünk szeretni, hogyha van annyi bátorságunk, hogy kimondjuk és felidézzük, és utána járunk azoknak a nőknek, azoknak a helyeknek, történeteknek, amelyek régen történtek ugyan, de az emlékeinkben annyira elevenek, hogy életre kelnek. Úgy gyalogolunk át múltból jelenbe, mint a nappaliból a hálószobába. Csak egy ajtó, és ezen csak be kell nyitni. És a képzelet végtelen, és a kimondhatóság is az. És Krúdinál pont ez a kimondhatóság, tehát maga az irodalom az, ami döntő, és ez az ajtó pedig maguk a mondatok. Azok a krúdis mondatok, amelyek gyönyörűek, hosszú lélegzetűek, költőiek, tulajdonképpen az egész Szimbád novella füzér gerincét képezik. Tehát ugyanannyit jelentenek a Szimbád irodalomban, mint maga az eszme. Itt a mondatok az eszmék. Ezeket a hosszú mondatokat kimondva a színész, vagy az olvasó éppen úgy érzi magát, mint egy búvár, aki lebukott a víz alá, és ott gyöngykagylóra vadászik, és az utolsó pillanatban bukik fel a mondat végén, hogy levegőt vegyen. Tehát ilyen hosszúk a mondatok, de azt a gyöngyöt megtalálja. Tehát mondatról mondatra utazik Szimbád szinte, hogyha most itt irodalomról van szó, és így tárul fel az a múlt a mondatok által. Tehát a képzelet által. Mi ezt valahogy Vidnyánszky Attilával így próbáltuk megfogni.
A dramaturgnak itt is elég nehéz munkája lehetett, hiszen itt sincs írott drámaszöveg. Nincs, hiszen a Szimbád Krúdi irodalmának, ópuszának a gerincét képezi. 6 kötetben adták ezt ki, vagy hát nekünk ilyen 6 kötetes kiadás van, vannak biztos másmilyenek is. Ezek közül 4 novella kötet, 2 pedig regény, és igen, ez egy hatalmas életmű, ugyanakkor egy nagyon kompaktan megfogalmazható érzület. Tehát a Szimbád novellák ugyanarról szólnak. Stílusteremtőek is, hisz nagyon sok bennük az ismétlés, az ismétlődő helyszín, motívumrendszer, megközelítés. Ezáltal egy nagy fogódzópontot adnak, viszont nagyon, nagyon sokszínűek, tehát sok a nüansz, míg a lényegük egy. Na most történeteket teremteni, történetet teremteni lineáris formában ezekből nem egyszerű. Inkább az adódik, hogy egyfajta kollázs dramaturgia mentén egy sok színből megfestett palettát adjunk, amik között, tehát a színek között valami átjárás van. Én azért megpróbáltam egy valami lineáris történetet is becsempészni a dolgokba, ami nem időrendi. Igen. Olykor az, olykor pedig helyszínek és kalandok logikus sorrendjét próbáltam felállítani, hisz Krúdi a Szimbád novellákat 1911-től, 2-től 1934-ig írta. Tehát az ő maga érett férfikora van ebbe a Szimbád novella füzérbe benne. Ahogy ő őszül, öregszik, úgy bölcsül Szimbád is. Tehát lehetséges volt egy lineáris módon történeteket felállítani, ugyanakkor megőrizni azt a azt az abstrakciót is, amit irodalmilag Krúdi azért megenged. Miben látszik az ő bölcsessége az élete vége felé? Igen, határozottan megbölcsül Krúdival együtt Szimbád is, de azt is mondhatnám, hogy egyre szkeptikusabb is lesz. És a nők határtalan szeretete, sőt imádata mellett megszületik egyfajta óvatosság is a nőkkel szemben, tehát kicsit prődebb lesz, smirgliszerűbbé válik, és csak már az arra méltó asszonyokat nevezi úgy, ahogy azt megérdemlik ők. Viszont a múlt felé való fordulása marad a régi. Tehát a saját emlékei által felkeltett szerelmeknek a gyengétsége az ugyanakkor megmarad. Érdekes, hogy Szimbád életében ugye hát azt írja le, hogy több száz nőt szeretett, és még sok százan voltak, akik piros karikákon táncoltak Szimbád képzeletében. Tehát nagyon sok nőről volt szó. Ezzel együtt egyetlen egy olyan nő volt, aki az igazán, tehát aki őt is elfogadta maradéktalanos feltétel nélkül, ő Majmunka volt, aki mindig visszavárta Szimbádot, és anyaként szerette már végül. Őt egyébként Udvaros Dorottya alakítja, és ő az a nő, ő az az asszony, akire minden férfi vágyik. Még akkor is, ha már nem szerelmes bele. De az az egy, akit szeretni kell és lehet életünk végéig. És Szimbádnak ez Majmunka. Ugyanakkor Némoszüné, az emlékezés maga, pedig egy olyan nő, aki a nőiségnek a az ideáját fogalmazza meg, és a vágyott nőt, a soha nem elért nőt testesíti meg. A múltban nézve is, és hát a jelenben is. Úgyhogy ez a két nő típus között feszül Szimbád nők iránti vágyakozása, szerintünk. Ha az emlékezés szempontjából nézzük Szimbádot, akkor az ő szerepe megsokszorozódik az előadásban, hiszen 2 Szimbádot is látunk. Igen, a fiatal Szimbád is megjelenik Verettyán Nándor szemében, aki a 17 éves Szimbádot alakítja, vagy egy attól kezdve, tehát a beavatandó Szimbádot, tehát a női dolgokba, a női hódítás tudományába beavatandó Szimbádot,
akit az öreg Szimbád, Mátrai László, enyhe malíciával figyel, hisz a múltbeli magát látja. És hogy kik avatják be Szimbádot, hát ez sem elvetendő. Egy öreg költő és egy idős, kiégett színész, Brevicki Gábor és Szarvas József. Tehát ők Portobány és Ketvényi, akik az ifjú Szimbádot ösztökélik, és hát útravalóval látják el a női hódításokat illetőleg, illetve hát az ifjú Szimbád első hódításának célpontja viszont Galamb Irma, aki Szűcs Nelli, tehát Szűcs Nelli alakítja Galamb Irma színésznőt, aki kegyeibe fogadja az ifjú Szimbádot. És hát tulajdonképpen innen indul Szimbád útja, és innen gazdagodnak a női tapasztalatai, tehát a nőket megcélzó tapasztalatai. Amikor elolvasta ezt a 6 kötetet, akkor milyen szempontok alapján válogatta ki azokat az elemeket, amelyek belekerülnek az előadásba? Tehát hol voltak a hangsúlyok igazából? Igyekeztem ösztönösen hozzáállni, hisz itt más megoldás nem nagyon van. Tehát az értelmi hozzáállás vékony jégre futna, gondoltam ezt én. És hát végül úgy látszik, hogy ez így is van, mert itt a mondatokban van az a titok, ami megnyitja Pandóra szelencéjét, vagyis az a kulcs. És a mondatok maguk, amik felszabadítják azt a világot, ami utóbb színpadra is került, ezért kezdtem én például nagyon ösztönösen azzal, hogy mit szerettek a nők. Tehát Szimbád szerint mit szerettek a nők. És itt van egy elég hosszú felsorolás. És ennek a felsorolásnak a vége az, hogy és szerették Szimbádot. A piros cipő pertli meg a frufru és a fülönfüggő mellett. És azután, hogy és mit szeretett Szimbád? A nőkben és nem csak a nőkben. Tehát egy ilyen alapvonzalmi állapotot próbáltam megteremteni, amiből utána mindenki kibontakozhat. És utána lassan jön az első jelenet, amikor is már történésről van szó. De egy ilyen prizmán keresztül láttatik akkor már az egész. Tehát mit szerettek a nők Szimbádban, mit szeretett Szimbád. És itt a felsorolásról utána kijön egy momentum, így kezdődik. A többi pedig utána láncolata annak, hogy az ifjú Szimbád első kalandján túl melyik az az asztaltársaság, vagy az az őt körülvevő közvetlen társaság, akikkel együtt volt, tanítják. Nők, férfiak. Majd az első múltbéli útjai. A halállal való első találkozása. Poprádon, amikor a halott kislányt meglátogatja. Tehát azok az első megdöbbentő momentumok, hogy a szerelem hol találkozik a halál. Vagyis az a felismerés, hogy gyakran miért ugyanaz a kettő. Tehát az a momentum, hogy még életében nem sikerült megcsókolni azt a kislányt, és megpróbálta a halott kislányt megcsókolni, és ez miért nem sikerült. Az a rádöbbenés, hogy itt már csak a testről van szó. És ez a kettőség a Szimbád életében mit takar. Hisz ebből annyi minden nő aztán ki. Saját halálai is. És Szimbád többször meghal élete folyamán, és fel is támad. És ezt egy olyan természetességgel teszi, hogy el se hisszük neki, hogy a végén meghalhat. És hát valójában nem is halhat meg, mert Krúdi Gyula meghalhat, de Szimbád nem. És mivel a kör így is, és itt is bezárul, ezért talán Krúdi sem. Tehát megint az az örök kérdés, az Don Quixote-i kérdés, hogy ameddig megírattak engem, vagy amíg én íródok, addig nem hallhatok meg, ameddig olvasnak engem, nem hallhatok meg, vagy ameddig olvasok, addig sem. Az a nagy kérdés, hogy mit olvasok. Hát valahogy ez így, itt is így van, és hát akkor ebből adódtak utána a történetek egymás után. Szép munka volt, én nagyon belefeledkeztem, ezt tudom mondani. Tóta Augusta. A nőiességedet ez a szerep, ez erősítette, vagy gyengítette? Erősítette. Azért erősítette, mert gyakorlatilag sok olyan dologra jöttem rá, ami még bennem van. Sok olyan dolog, ami, ami,
ami valószínűleg minden nőben benne van, csak sem a helyzet, sem a körülmény, sem az ő adottságai nem hozzák ki belőle azt a nőiséget. Vagy nem elég bátor. Vagy mert olyan neveltetést kapott, hogy olyan görcsök és olyan megfelelések és olyan zártságban kellett élni, amiben ezt ő nem tudja megélni. Tehát megélni, amikor ez egy entitás, egy ember nőnek születik, és női lélekkel rendelkezik, és ő ezt megélheti, ennél nagyobb szerencse nem kell a világban. A kérdés, hogy ezt milyen minőségben éli meg. Szűcs Nelly. Amilyennek te mondjuk elképzeled Szimbádot, tehát ha jól értem, egy picit ilyen menekülés, vagy elhatárolódás mondjuk a valóság dolgaitól, vagy egy elképzelt figura, segít ez neked így több dologban az életed folyamán? Ez a játék, ha úgy hát beszélünk. Nem. Én egy fantáziadús nőszemély vagyok, tehát nekem el tud indulni a fantáziám, ránézek egy falevélre, és akkor bármit. Ugye, amikor az ember mesét talál ki, és nem tudod, hogy miért. Mi az a, honnan kapod az inspirációt, hogy mi az, ami elindítja a fejedben a történetet. És egyszer csak úgy elindul. Mi lenne, ha? És szerintem ez nem csak velem történik, mert ez bárkivel. Tudom, hogy az lehetetlen, mert mit tudom én, ugye van férjem, családom van, gyerekeim vannak, szeretem a férjemet, stb. És nem fogom megcsalni, de megfordul az ember agyába, hogy lát valakit, mi lenne, ha annak lennék a felesége, és stb. És akkor levezetsz egy történetet. Tehát ez ilyen. Mi lenne, ha nem a Krill Zsolt felesége lennék, és nem lennék színésznő, és akkor is már elindul a mozi. Tehát ez ilyen egyszerű. Verebes Ernő, dramaturg. A halál előtti résznél elmegy Szimbád gyónni, ha jól értem, vagy teszel egy kísérletet. Ez miért volt fontos eleme az ő életének? Ez igen, ez már a vége fele van. Igen. Igen, a kékfestő Valentin nevezetű. Igen, őt a Szarvas József alakítja. Történet az, hogy gyerekkorukban volt egy barátja, akinek ő krajcárokat adott, ha egy-egy bűnét átvállalja gyónáskor. És ez az illető átvállalta gyermekkorukban is, és erre ő emlékezett, és újból meglátogatta őt, már érett korábban, mondhatni halála előtt, hogy Valentin, egyszer már megtetted, hogy átvállaltad a bűneimet, és a Valentin emlékezett is, hogy igen, azt mondjam, 7 bűnödet 7 krajcárért. De utóbb az is kiderül, hogy Szimbád ezt a 7 krajcáros kis pugyellár is még el is lopta ettől a Valentintól, hogy Marikának köténykét vásároljon belőle. Akinek szintén köze volt ez a Valentinhez. Igen, mert később a felesége lett. Tehát akkor a kópé volt ez a Szimbád, hogy a barátjának a feleségét elcsábította, azt a Marikát, akiből később boszorkány lett a Valentin oldalán, és ki kellett belőle űzni az ördögöt. És akkor a Valentin mondja is Szimbádnak, hogy jó, most már így öregen is felvállalom a bűneidet, mondd melyek azok, de csak egy föltétellel, ha kiűzöd Marikából az ördögöt. Hisz ismerted őt te is. És akkor Szimbád elképed, hogy Marika, hát persze, hogy ismertem. És az most a te feleséged? És Valentin mondja, hogy igen, bizony. Nagyon bizarr szituációk ezek. És akkor kérdezi Valentin, hogy jó, de hát mik a bűneid? És akkor Szimbád elkezd is adni, hát loptam, csaltam, hazudtam. És bejönnek a szereplők, az őt körülvevő figurák, és kezdik sorolni, hogy mit csinált még. És itt van egy halom bűne, amit szinte kórusban mondanak, hogy és ezt, és ezt, és amaszt, és fejre olvassák a bűneit. De itt a lényeg talán az, hogy Szimbád szembesül ezekkel. Igen, ő bűnös, de hát mégis valahol nem elítélhetően az. Tehát egy nagyon furcsa erkölcsi talapzaton áll Szimbád, mint hogy Krúdi is. Egy nagyon furcsa erkölcsi talapzaton áll. Mint ahogy nagyon furcsa erkölcsi talapzaton állnak a nyugatosok.
az 1900-as évek elejének nagy írói. Gondoljunk csak bele. Adiék. Adi éjszakái. Abba a kis monográfiában, amit Krúd írt, hogy hát nem is az, egy kis regény. Tehát kétfelől égették a gyertyát, ellobbant az életük. Nagyon furcsa, hogy Krúdi Szimbádba ezt írja bele. Tehát azt az élet habzsolást, ami nem csak a nők terén, de mondjuk a gasztronómiában is megnyilván. Az a tied, amit megeszel. És az elköltöm az életemet. Az elköltött éveknek a szimfóniája, Krúdinak a műve is. Tehát úgy költ, hogy pro primo és pro secundo is, tehát, hogy magát elfogyasztja, de közben a költészetet is műveli. Ez mind valahol Szimbádba benne van. Nekem az a kérdésem, hogy miért nem vállalta ő fel a saját bűneit, hogyha annyira tisztában volt velük, vagy szembesült velük. Tehát miért nem mondta azt, hogy igen, ezek valóban az enyémek, és majd én ezt valahová leteszem. Miért keresett ehhez mást? Nyilván, hogy az öreg Szimbád ezt nem tette meg, ezt már csak Krúdi találta ki. Viszont az ifjú Szimbád, vagyis az ifjú Krúdi diákként lehet, hogy megtette ezt, mert annyira ilyen fordulatra járt az agya, tehát volt annyira kópé, hogy még ennek a súlyát nem fölmérve úgy gondolta, hogy a sors kiátszható ezzel. Tehát, hogy egy kis barátját megkérje, hogy na, figyelj, fizetek neked, de te vedd át a bűneimet, és az átveszi, és ez végig kísérthette egész életében, úgyhogy talán ezért kereste fel idős korában már ezt a bizonyos gyerekkori barátját, hogy na még egyszer megkérje arra, hogy vegye át a bűneit, de ez már csak fikció. Itt már szerintem inkább a Valentinek a kipróbálásáról volt szó. Egy nagyon furcsa módja ez a bűnöktől való megszabadulásnak, hogy annyira ostorozom magam, hogy ezt is azt tettem életemben, amit valóban megtettem, és még akkor is azt teszem, amikor feloldozhatnának, még akkor is bevállalom azt, hogy én inkább megvásárolom, mint ezek, ami bűncédulák lettek volna, mint valamikor rég. Azért mondom, furcsa kettőség működteti Szimbádot ilyen szempontból, és az érdekes az, hogy ha elolvassuk, vagy megnézzük mindezt, akkor tiszta marad valahol. Megtalálja ő a békéjét az élete végén? Talán ott legbelül. Hogyha most az idős Krúdira gondolok, akkor ez egy olyasmibe való belenyugvás, ami már fölülírja az íráskészséget. Tehát Krúdi, amíg írt, és hát ő gyakorlatilag végigírt, addig volt egy olyan kapaszkodója, ami kiírta belőle. Nyilván, hogy a saját bűneit is, de nyilván, hogy azt is megírhatta, hogy most ő itt befejezi, és annyi. Tehát az íráskészség is maga az írás momentuma, vagy maga az írás az, ami Krúdi számára egyfajta feloldozást jelenthetett. Nekem ez az érzésem. Tehát, és ugyanez Szimbáddal is van. Tehát ő kiírta magából Szimbádot, és ezáltal kiírta magából azt a fajta betegség tünetsort is, ami káros lehetett számára. Látszólag ő függetlennek tűnik a történelemtől. Mert hogy a nagy történelmi eseményeket nem érinti direkten. Igen, ez furcsa, méghozzá azért furcsa, mert a 20. századnak abban a felében él, amikor mondhatni, hogy a legtöbb véres esemény történt, és a legtöbb fordulat történt. Tehát kezdve itt az első világháborútól monarchia szétesése, Trianon, tanácsköztársaság, és hát egész a 30-as évek második feléig, és rá nem hatott ez a dolog. Tehát ő idézőjelben felülírta ezeket a dolgokat. Lehet, hogy egyfajta elefántcsont torony ez, másrészt viszont a bizonyíték annak, hogy a szerelem az, ami érinthetetlen még a legburjánzóbb történelmi korokban is, és azok az élvezetek, amelyek a testet kiszolgálják, például evés, testi szerelem, és így tovább, olyan intenzitással hatnak az emberre, tehát olyan elemi erővel, hogy azt sem engedik meg, hogy felnézzen az ember. Tehát egyszerűen nem tartott rá igényt, hogy egy milliméter, vagy egy jottányi
politikumot, vagy társadalmi rajzot, társadalmi reflexiót behozzon a Szindbád novellákba. Tehát ilyen lárpulár figurát hozott létre Szindbáddal, és mögé bújt. Szűcs Nelli. Romantikus ez az előadás. Ha csak a képekről beszélünk, amit láthat a nézőtérről, szerintem valami gyönyörűséget láthat. Mert Attila előadásairól sok mindent lehet mondani, de hogy nem szépek, gyönyörűek a képek. Egy elmúlt világ meséjét láthatják benne. Vagy valami, ami megfoghatatlan már számunkra. Ez olyan, mintha ami már tegnap volt, de már nem tudjuk megfogni, ez már tegnap volt. És ez a világ, amiről ír az író, az végképp már lassan elképzelni se tudjuk, olyan iramban élünk. És az ahogy Attilának az előadása, és azt hiszük, hogy egy monoton, ugye olyan zenéket is választott, vagy valami, de nekem valahol hiányzik az a lassúság, az a nyugalom, az a békebeli Magyarország, nem tudom, csak az, hogy nem tudom, mit üzenhet, fogalmai, gondolkodtam ezen, de az, hogy csak beülünk, és nyugalomban, mert annyira sietünk a mai világban, annyira rohanunk valahová, hogy már előadást sem tudunk nézni, csak ha nincs nagy attrakció, igen, valami. Ez az előadás azt mondja, hogy engedd el magad, próbáld a szívedet megnyitni valami másra, légy befogadó, egy kis romantikára, egy valami szépre, nyugalomra, hogy a mai világ, nap mint nap, akarva akaratlanul, de mondhatjuk azt, hogy zajlik körülöttünk a harmadik világháború. Tehát, és itt nincs háború. Itt a novellákon keresztül bár megélte Grúdia az első világháborút, a Trianont, stb. Tehát annyi minden történt körülötte, és ő nem ír semmit ezekről, erről az időről, hogy háború, hanem szerelem, szép dolgokról ír, ételekről, finomságokról. Tehát ez, ha csak hangulatok. Hangulatról, ha csak ezért ül be a néző, és átél velünk, mit tudom, 2,5 órát egy másfajta világban,
egy más, tehát ezt az előadást másképpen kell nézni is, mint úgy általában az előadásokat, hogy most akkor várok valamit, és akkor most nem, itt el kell, tehát nem úgy lazulni, hogy persze nem lehet az agyadat kikapcsolni, és nem létezni együtt a dologgal, és nem gondolkodni, tehát a hallgatók félre ne értsenek, de mégis, tehát fölül a mi vonatunkra, és olyan, mint hogy egy másik, tehát a múltszázad elejére repítene bennünket vissza. Szerették a szerelmi jelvényeiket, hajszálakat, harisnyakötőket, zsebkendőket, imakönyveket, hajtűket, cipőket, zsipponokat, gyűrűket, apró kis cédulákat, vasúti jegyeket, hervatvirágokat, szalagocskákat, emlékezetes faleveleket, fátyolokat, együtt talált patkószegeket, arcképeket, pénzdarabokat, süteménymaradványokat, kavicsokat, cigarettacsutkákat, gombokat, ingeket, könyveket, fűzőzsinorokat, üres gyufáskatujákat. Szimbád a más világon sokszor csodálkozott, hogy egyetlen nőt sem ölt meg életében. Midőn a kocsi elment vele a vidékről, ahol a nők hatalma megszűnik, a hintóból visszanézett, és többnyire imádkozó, jóságos nőket látott maga mögött. Az előadásban nagyon sok a lassúság, vagy a lassított esemény ábrázolás, és ez talán összefügg azzal is, hogy nagyon sok próza hangzik el, tehát nem a színpadon lévő Szimbád beszél, hanem csak a hangját halljuk. Hajjaj, igen, tehát szöveg van bőven. Ez két részből tevődik össze, az egyik egy alap forgatókönyv, ami alapját képezi az előadásnak, és utána egy technikai forgatókönyv, ami tulajdonképpen a próbák alatt még hozzátett mondatokat jelenti. Ez már egy közös munkánk Vitnyánszky Attilával. Ő be is ismerte, hogy itt most telhetetlen volt, ami a szöveg részt illeti, tehát habzsolta a mondatokat, mert annyi jó mondat van, és annyi jelentéstana van egy mondatnak, köré lehet építeni képeket, koreográfiákat, és használni ezeket a mondatokat, mint valami gerincet. A lassúság pedig, átfogalmazhatnék így is, hogy a lassúság, vagy a lassítás eleganciája megjelenik itt, és még fokozhatnám azzal, hogy néha megáll az idő. Tehát Krúdinál magánál is néha megáll az idő. Ő megállítja egy-egy tabáni kiskocsma leírásával, vagy egy-egy idősödő díva megfogalmazásával, magasba mutatásával. Valahol úgy, mint ahogyan az operában az áriák alatt megáll az idő. Tehát amikor nem a narratíva történik, hanem a pillanatnak az ábrázolása történik. És a tenor, vagy a szoprán, vagy bárki úgy énekli az áriát, hogy közben nem történik semmi, csak a zene. Tehát dramaturgiai szempontból olyankor megáll az idő. Amíg mondjuk ezzel ellentétben a recitatívoknál gördül a cselekmény. Tehát mondjuk egy-egy gyors dialógusnál, ami zeneileg szegényesebb, dramaturgiai gazdagabb, mert ott történnek dolgok. Viszont amikor leállítjuk a cselekményt, akkor a zene, a költészet az, ami fölburjánzik, és akkor jön az ária. Hát itt is valahogy ezzel tudnám összehasonlítani, hogy a Krúdi próza az egy nagy ária. Ezért a cselekmény önkéntelenül átadja a helyét a költészetnek, függetlenül attól, hogy most itt prózáról van szó. Ezért lassú itt az időfolyása. De akkor ez így érthető is, hogy miért került mondjuk ennyi próza bele az előadásba, hiszen mondjuk Vidnyánszky rendezéseire pont a prózamentesség a jellemző. De igen, hogyha ezt a, mint áriát veszük figyelembe a Krúdi szöveget, akkor így illeszkedik is. Igen, igen. Tehát itt olyan érzése van az embernek néha, hogy, hogy ez a prózai szöveg, ez nem szöveg, hanem
egy olyan dimenziója a színpadnak, a láttatásnak, ami éppen szemantikai értelmezhetőséggel is bír. De ugyanolyan paraméter, mint a szenográfia, mint a koreográfia, és mint a zene. És nagyon szépek a képek. Igen, határozottan egy nagy hangulattal bíró színpadi kép, illetve tehát nem hiába forgó színpad ez. Egy pillanatban elképzeltünk olyat is, hogy spirálok működnek, több forgó spirál, ami ugye egy vertikális időbeliséget szimbolizál. De hát utána ez a forgó színpad maga is ezt szimbolizálja, tehát oda be lehet állni, elforogni, ki lehet állni ebből a sodorból, és az időnek és az időtlenségnek egyfajta logikus kapcsolódását jelzi, hogy ki áll a forgó színpadon és ki mellette. Tehát a színpad forgása tulajdonképpen egyfajta időspirált is szimbolizál. Mikor mondhatjuk ki azt, hogy valami valóban megtörtént a színpadon? Elsősorban akkor, hogyha sok látvány közül egy van, ami vagy amit mi érzünk annak, hogy megtörtént. Amit mi érzünk annak, hogy megtörtént. Szerintem, hogyha a látványnak a költőisége nem engedi, hogy ugyanakkor másra figyeljünk, tehát hogyha annyira dominál, hogy megfeledkezünk magunkról is. Ezt úgy is nevezik, hogy katartikus állapot. Tehát, hogyha valamiféle katarzis, akármilyen mini katarzis is követi a látványt, akkor az biztos, hogy megtörtént. És hogyha nem kérdezzük azt, hogy ez miért történt meg, főleg akkor, szerintem, hogyha egy nagyon nagy egyértelműsége van annak, hogy valami megtörténik, és senkinek eszébe nem jut, hogy jó, de most ez miért? Vagy... Tehát, hogy nem következnek racionális kérdések utána, hanem kinyilatkoztatásként éljük meg azt a dolgot. Akkor biztosan megtörténtek. Nők szerethetik jobban ezt az előadást, vagy a férfiak? Erre kíváncsi lennék. Szerintem a nők is szerethetik, mert van egy Szimbádunk, Mátray László, aki egy nagyon jó színész, és egy nagyon mutatós színész, és akár csak emiatt is szerethetik a hölgyek, de a férfiak meg azért szerethetik, mert rengeteg hölgy szereplője van, akik szeretik az ételeket, akik szeretnek enni, inni, jól érezni magukat, azok meg azért fogják szeretni, és akkor itt lehetnek hölgyek, férfiak. Úgyhogy érzem én, hogy én nem válaszoltam erre a kérdésre, de ezek szerint nem tudok. Még keressük a választ. Még keressük a választ.